Hajnali 4-kor riasztották a tűzoltókat, hogy egy műanyag feldolgozó üzemcsarnok épülete teljes terjedelmében ég. A pécsi, siklósi, illetve komlói hivatásos tűzoltókat riasztották a helyszínre. 40 tűzoltó 13 járművel vonult, illetve 11 sugárral oltották el a lángokat. A katasztrófa védelem mobil laborja folyamatosan méréseket végzett, a levegőbe veszélyes mennyiségű károsanyag nem került.